Szeretettel üdvözöllek benneteket itt a téli Kjolcse elvonulás egy dharma beszédén az év vége felé közeledve. Nagyon jó, hogy ennyien itt vagytok. És mielőtt belekezdenénk, mondjuk el közösen az Om Nam mantrát 7-szer. Om Nam, Om Nam, Om Nam, Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, és ahogy mindenki tudja, itt vagyunk az év vége kapujában, és én nagyon szeretem ezt az időszakot, mert ha megnézzük, akkor erről igazán jól látható az, hogy mindezt a tudat teremti. Tudjuk a tanból, hogy ez unblock mindenre igaz, de néha nem látjuk ennek az igazságát olyan egyértelműen. De annál például, hogy most itt vagyunk az év végén, van egy naptár, ami szerint jön az év vége, most éppen mondunk rá valami számot, mi itt európai emberek, de vannak a Földön más helyek, ahol más számot mondanak rá, éppen más ciklus van. Tehát nagyon jól látszik, hogy ez egy adott kultúra, egy adott társadalom közmegegyezése és teremtése, hogy mi hogyan számoljuk az időt. És lehet azt mondani persze erről, hogy ez jó, hogy rossz, lehet lázadni ellene, hogy most miért pont így, és miért pont ekkor, és én nem akarok ilyenkor szilvesztert, meg új évet, lehet nagyon szeretni, és el lehet menni bulizni, komolyan véve azt, hogy akkor most itt nagyon megváltozik valami, és lehet érezni is, hogy hú, igen, most még az óév, és aztán most jön az új év, mindenki elindul családot látogatni, elindul ide-oda-amoda, például most utaztam a busszal egy temető mellett tegnap, és alig tudott elmenni a busz, annyian sorakoztak be a temető előtt, hogy hát még az óévben meglátogassák a sírokat, és akkor így a buszvezető, amikor átvergődött ezen a nagy tömegen, szembe jött egy másik busz, megálltak egymás mellett, és lehúzták az ablakot, és az egyik buszvezető átkiáltott a másikra, hogy temetik az új évet, ha-ha-ha. Tehát nagyon sok mindent tudunk csinálni itt, de valójában ezt csak mi csináljuk. Se a fák, se a madarak, se az állatok, se az ég, se a föld nem tud óévről, meg új évről. De valójában erre szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy struktúráljuk az időt, szükségünk van arra, hogy meg tudjunk beszélni időpontokat, hogy most például a dharma beszéd van, és mindenki itt van. Tehát kapcsolódunk ehhez, és helyesen használjuk, felelősen használjuk ezt a közmegegyezést. De látható a teremtése, a teremtettsége. És ugyanígy, ha ennek a tapasztalata megvan, akkor elkezdhetünk vizsgálódni saját magunkban is. A saját magunk gondolatai, érzelmei, szokásai és viselkedésünk és kapcsolódásaink terén, hogy hogyan is teremtjük mindazt, amiben élünk. Nagyon fontos alaptétel az, hogy amilyen minőségű a tudatunk, olyan minőségben kapcsolódik hozzánk a valóság, a világ. Hogyha bennünk káosz van, akkor a világot is káosz formájában fogjuk érzékelni, és káosz formájában lesz kapcsolat köztünk. Ha rend van bennünk, akkor a világ is rend formájában tud kapcsolódni hozzánk. És a rendnek az az előfeltétele, hogy lássunk, helyesen lássunk, úgy belül, mint kívül,
és vállaljunk felelősséget a teremtésünkért. Nem biztos, hogy bölcs megoldás az, hogyha lázadunk, azt mondjuk, hogy ez mindez valahonnan kívülről jött hozzánk. Az sem biztos, hogy jó, hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, mindenért én vagyok a felelős. A kettőségeket meghaladó helyes megkülönböztetés és látás az, ami végső soron segíteni fog nekünk. Nagyon érdekes az, hogy kultúránk ugye, ha tetszik, ha nem, nagyon erős keresztény gyökerekkel bír, az alap férfi archetípus Jézus Krisztus, és mindenki közkézen, közszájon használja szinte naponta azokat a nagyon fontos és nagyon mély tanító mondatokat, amelyek az Új Szövetségben megtalálhatók, és rengetegszer szoktuk emlegetni azt, hogy bizony mondom néktek, ha nem váltok, újra olyanokká, mint a gyermekek, nem léphettek be a mennyek országába. És akkor ezen gondolkodunk, hogy igen, tényleg ez milyen mély, és sajnos csúnya gondolkodó, vágyakozó, agresszív felnőttek vagyunk, és akkor így hogy lehetne újra olyan rugalmas, játékos, tisztánlátónak lenni, mint a gyerek? Miközben, ha megnézzük, van itt egy érdekes paradoxon. Ha megnézzük az érzelmi életünket, a vágyainkat, azt, hogy hogyan viselkedünk párkapcsolatokban, valójában sokszor az a probléma, hogy nem növünk föl. Ami azt jelenti, hogy a bennünk lévő szükségletek, vágyak szinte ilyen kontrollálatlan módon csaponganak bennünk, nem látjuk, nem tudjuk őket irányítani, nem tudjuk őket felelősen kezelni, és valójában lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy nagyon szép, sikeres felnőttek vagyunk, mondjuk egy sikeres üzletember, aki mindenkit kizsákmányol, és csak a pénzt és a pénzt halmozza, vagy láthatunk Don Juant vagy Don Juanát, aki egyik nap egyik nővel, másik nap a másik nővel van, vagy férfival, és azt hiszük, hogy ó, hát igen, ezek komoly férfiak. Holott, meg komoly nők, holott valójában az van mögötte, hogy valamilyen gyermekkori hiányt pótol, vagy pénzzel, vagy kapcsolatokkal, vagy egyéb függőséggel. Tehát nagyon érdekes paradoxon ez, hogy vágyunk erre a spirituális gyermekségre, de valójában ennek az útjában nagyon sokszor az van, hogy belül mi nem nőttünk föl, és rossz értelemben vagyunk gyerekek. Tehát oda már vissza a paradicsomba nem lehet menni, és aki a paradicsomban akar maradni, az valójában egy olyan állapotban ragad, ahol szenvedni fog, és ez a maradvány paradicsom a börtönévé válik. És akkor innentől kezdve, ha már eleget szenvedtünk, elindulhatunk azon a rögös és nehéz úton, amihez sok kitartás, nagyon sok őszinteség, nagyon sok fájdalomtűrés kell, hogy egy komoly praxis, egy komoly gyakorlat során szépen lassan rálátunk mindarra, ami bennünk van, felelősséget vállalunk érte, felnövünk és éretté válunk ilyen értelemben is. És nagyon érdekes az, hogyha ezt megtesszük, akkor tudunk majd egy új, egy tiszta módon akár gyermekiek és játékosak lenni, csak akkor már nem ártunk a környezetünkben lévő embereknek, nem ártunk magunknak, másoknak, tudunk saját családot alapítani, tudunk gyereket nevelni, tudunk a szüleinkhez viszonyulni. Úgyhogy érdekes ennek a kettőségnek a látása, hogy teremtünk, minden relatív bizonyos szempontból, de ez megteremti a felelősségnek a pontját is. És ha ezt ilyen irányban elmozdulunk, akkor csökken a szenvedés, és egy teljesebb, derűsebb élet válik lehetővé. Itt ez a nagy kihívás, hogy úgy tűnik, hogy elindulsz ezen az úton, és akkor egyre kellemetlenebb lesz, mintha visszafele mennél, hallod ezt sokszor. Foglalkozol magaddal, és mintha rosszabb lenne, minthogyha nem tudnád olyan jól csinálni a dolgokat, mint azelőtt, és itt kell az a pillanat, hogy akár amit most csináltak itt, hogy egy kiolcse gyakorlat, rendszeresen visszajössz, és magadba nézel. Rendszeresen belefekteted az energiát, és akkor ez
nem egy ilyen szentimentális papi szöveg lesz, most ez kicsit olyan paposnak is hathat, amit mondok, hogy jó, hát vállalj felelősséget, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát minek? Nem jó a felelősség, nem finom. És akkor tudjuk azt, amit szintén már nagyon sokszor hallattatok, Viktor Emil Frankl, a híres pszichoterapeuta mondta ezt nagyon jól, hogy amikor Amerikában járt, hogy hát én, amikor elnézem a szabadság szobrot, akkor én nagyon szívesen fölhúznám a másik oldalon a felelősség szobrát. Mert a kettő együtt jár. És ez a két kiegészítő érték van ott. Nem jó, ha csak az egyikre figyelünk, de tudjuk azt, hogy ha megvalósítjuk a felelősség értékét, akkor a szabadság is a miénk lesz ténylegesen, és akkor segíthetünk magunknak és másoknak is. Úgyhogy bevezetőnek talán ennyi elég is, és nagyon szívesen várom bármilyen jellegű kérdéseteket, amivel segíthetek a gyakorlatotokon. Igen. Szeretni valakit és tanítani, ez neked azonos vagy különböző? Miben segíthetek, kedves Anti? Egyébként csak azért, hogy kommentárt fűzzek hozzá, mert ezt már észrevettem, hogy ilyen zen párbeszédek, ugye, ha kialakulnak, akkor ez nagyon jó, de hát úgy nagyon hamar elvész az érdeklődés, hogy jó, hát most mi is történt. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi a szeretet, meg mi a tanítás, és szeretetnek nagyon sokféle formája van. Az egyik személyesen, ha most megkérdezel, akkor igen, nekem a szeretetnek az egyik neme az, amikor taníthatok. Szinte mindegy, hogy mit, nyilván a legjobb valami olyat, ami direktbe lehet segítség. Ha nem direktbe tanít az ember mondjuk valamilyen segítői tan jellegű dolgot, hanem egyébről beszél, akkor is lehet segíteni a kérdezőn, csak trükkösebbnek kell lenni. De nagyon érdekes ebben az, hogy bizonyos szempontból nehéz is ez, mert akár egyetemen is az a tapasztalatom, hogy mondjuk egy ilyen fölállásban, amikor egy valaki kint kinyilatkoztat, és emberek ott ülnek, ez viszonylag kevéssé hatékony tanítási módszer. Segíthet, mutathat irányt, de lehet az is, hogy végnézel egy szép előadást, és akkor úgy tetszik meg jó, de mintha egy színi előadást megnéznél, és akkor az a mész, és minden ugyanúgy marad. Sokkal könnyebb már, hogyha egytől egy, tehát egy ember kérdező, egy válaszoló, és egy ilyen intimebb kapcsolatban meghallgathatjuk egymást, odafigyelhetünk, és úgy segíthetünk. Ez egy nehéz paradoxon, hogy valójában tanácsot adhatsz, meg meghallgathatsz másokat, de megoldani a problémájukat nem oldhatod meg. Most olvastam egy híres pszichoterapeutának a könyvét, aki erről írt, hogy ő a karrierje elején, mint ahogy sokak segítői foglalkozásban, elkezdett mindenáron kényszeresen segíteni. Mindig mindenkitől megkérdezte, miben segíthet, és akkor akár, amikor jöttek a paciensek, és nehéz helyzetű volt, akkor igen, elment helyettük bevásárolni, igen, ha kellett, elhozta a gyerekeket. Tehát ilyen igazán odadobta magát, hogy akkor most használjatok. És rájött arra, hogy valójában nem jó ez, mert megcsinálta a másik ember helyett, amit neki kellett volna, és igen, adott vizet a szomjazónak, de nem mutatta meg, hogy hol a forrás. Nem tanította meg saját magának azt az italt megtalálni, elkészíteni, meginni. Úgyhogy azt mondta, hogy ő lecserélte a miben segíthetek kérdést a praxisában, és most már azt használja, hogy miben lehetek a hasznodra. Segítőként nagyon fontos, bárhol, bármilyen szituációban segítőként ott vagy, hogy ne feszítsd magad keresztre a másik ember helyett, mert nem fog hatni, nem fogja megmenteni. Az viszont igen, hogyha megmutatod neki a forrást.
ott abban a helyzetben, amit tehetsz neki, tehetsz az érdekében. Te felnőttként kell kezelned, és meg kell tanítanod őt felelősséget vállalni. Ebbe tudunk segíteni. Úgyhogy ez most egy ilyen hosszú kommentára nagyon jó kérdésedhez, de érdekes és jó művészet ez, úgyhogy jól csinálod, csinál tovább így. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy kell-e tanítani, vagy elég-e példát mutatni? Helyzetfüggő. Tehát a zen nagyon jó, én nagyon szeretem a zent amiatt, mert rámutat arra, hogy légy jelen a helyzetben, tisztán, ne tegyél rá, ne projektálj rá semmit, ne vegyél el belőle semmit, és akkor érezd meg, hogy mi van ott. Érezd meg azt, hogy mi van a másikban. Lásd, hogy mi van a másikban. És nagyon jól csinálja azt a hagyomány, hogy nem ad receptet. Mindannyian mindig receptet szeretnénk. Tehát például, most tudom, hogy nem így kérdezted, de milyen jó lenne, hogyha itt ez a kérdés, hogy csak így lehet-e vagy nem, és megmondanám neked, hogy igen, csak beszéddel lehet tanítani, kedves Józsi, menj oda mindig, és amikor látod, hogy valakinek baja van, akkor üsd föl a gyémánt szutrát a 30. oldalon, és olvasd föl azt, hogy mit mond a Buddha. És akkor ez majd segíteni fog, vagy a Koan könyvet. De hát igen, ez ha így teszünk, akkor ugye legfeljebb a saját egónkat tudjuk növelni. Na most jól megaszontuk. Én aztán tudom a darmát. Tehát mindig légy ott tisztán abban a helyzetben. És tényleg van, amikor csak a példa az, ami segít, plusz ehhez még azt is hozzátenném, hogyha te elég ideig gyakorolsz zent, akkor akik újak be fognak jönni, és megnézik, hogy hát itt van ez a Józsi. Na nézzük, hogy néhány év zen gyakorlást mit csinál egy emberből. És akkor, ha te ugye így jössz be, és akkor elkezdesz a zenről beszélni, hát... Igen, én is nagyon sok mindenkit láttam, amikor először jöttem ide ugye zen gyakorolni, és láttam jót és rosszat is. Komoly gyakorlóktól. Hát volt olyan, hogy azt láttam, hogy hűha, ha ez lesz belőle, akkor inkább valami más helyre vegyek, mondjuk egy koncertre vagy egy étterembe. De aztán utána hát láttam, hogy ez egyéni karma függvénye, viszont neked, mint zen gyakorló, azt tudom mondani, hogy mindenki nézni fog, és kell, tudatosan kell meg is jeleníteni azt, amiért itt vagyunk, a tökéletlenség bevállalásával, mert azok vagyunk, tökéletlenek vagyunk, és ez jó, hogyha egy közösségben meg is van engedve, hogy igen, lehet hibázni. Ez először, amikor jön az ember, és úgy nézelődik, hogy mit tanulhat, akkor úgy vágyja ezt, hogy legyen a tökéletes tanító, aki buddhai megvilágosodással és szigorral mindent megmond. Aztán utána ez fárasztó tud lenni, és akkor látod, hogy tökéletlenségében tökéletes minden. Úgyhogy visszatérve a kérdésedhez, mutass példát, és aztán, ha úgy adja a helyzet, akkor egy-egy szóban lehet is segíteni, mondani valami tanácsot. Nagyon sokszor az, hogyha te teret biztosítasz valaki számára, hagyod, hogy elmondja neked a problémáját, ha éppen ezt kéri, azzal is óriási dolgot teszel. Családállításban szokták mondani ezt, hogy tartjuk a teret egymásnak. Ugyanezt történik egy baráti beszélgetésben, vagy egy tanítói négy szem közti beszélgetésben, vagy konzultációban, hogy teret biztosítasz a másik embernek ahhoz, hogy a benne lévő probléma elviselhető legyen. Általában, ha valakinek nagy belső problémája van, akkor rácuppan, és akkor csak ezt látja, és a kukta fedője nincs leszedve, és csak nő a nyomás, és egyszer szétrobban. De ha te ott vagy, és ilyen szerető együttérzéssel nézel rá, és meghallgatod, mint ahogy most nézel rám, látod, hogy milyen beszédfolyondárt indukáltál belőlem, hát ez tud másnál is segíteni. Akkor most például segítettél rajtam, mert én kiélhetem itt az exhibicionizmusomat, zárójel bezárva.
de azzal nagyon-nagyon sokat lehet segíteni. Úgyhogy most sok mindent mondtam, de visszatérnék oda, hogy talán ez a tételes tankinyilatkoztatás az, ami a hát legkevésbé hasznos. A téradás, a meghallgatás, a jó példa, az már sokkal többet tud segíteni másoknak, úgyhogy remélem, hogy ezt tiszta tudattal műveled. Köszönöm a bevezetőt is, ott is sokat tanultam, és a választ is. Nagyon szívesen. Pár héttel ezelőtt eltemettük az egyik kollégámat, aki a barátom is volt. Fogad együttérzésemet. És ez egy református szertartás volt. A szertartásvezető azt említette, hogy Isten a menedék, Jézus a menedék. És személy szerint úgy gondolom, hogy az ember valójában sohasem vehet menedéket, mert maga elől egyszerűen nem tud elmenekülni. Elmondanád, hogy erről mi a véleményed? Dani, mondd meg nekem, hogy mi Isten? Hát, hogy is van? Isten járja a táncot, és mi vagyunk a tánc, amit járnak. Mi vagyunk Isten tánca, gyakorlatilag. Ezt te tudod, vagy csak hallottad valakitől? Én érzem mostanában. Érzed mostanában. De valójában Isten a szavak és a gondolatok előtt van. Hogy írhatod le Isten szavakkal, gondolatokkal, sőt érzelmekkel? Hogy írod le szóval a szóval leírhatatlant? Mondd még egyszer, bocsánat. Hogy írod le szavakkal a szóval leírhatatlant? Hát ezt kérdezem tőled. Nem tudom, nem tudok válaszolni a kérdésre. Nagyon jó. Azt javaslom, hogy tartsd meg ezt a nem tudomot. Ez a zen tanításnak az egyik ilyen csimboraszója, vagy az egyik pedagógiai módszere, hogy ezt mondjuk, hogy tartsd meg a nem tudhatót. Ez miért jó? Először is azért jó, mert ha nem tudod, akkor legalább nem tudod rosszul. Aztán, hogyha elég sokáig tartod, akkor kinyílik a tudatod, sokkal több minden belefér, ami már esetleg nem csak gondolat, vagy nem csak érzelem. És így tud a nem tudom, a nem tudhatóvá, a nem tudható tapasztalatává nemesülni. Ha ezt elég sokáig gyakorlod, ezt csináljuk formálisan is a Dharma terembe, aztán, ha éppen nem tartod a formát, akkor is. Séta, evés, beszélgetés, tévénézés, vezetés közben is. És hogyha ez megvan, az lesz igazán a menedék. Ezt azért mondom, mert sok mindent lehet gondolni, és könyvekbe, vallásos könyvekbe, ezoterikus könyvekbe, filozófia kötetekben rengeteg jó gondolat le van írva. És én tényleg őszintén mondom, hogy nagyon-nagyon jó gondolatok vannak leírva. Ez is egy szép dolog volt, amit mondtál. Csak a szépség és a jó odamondás és az aforizmák, azok végső soron nem segítenek rajtunk. Mert például, amikor valaki meghal, akkor hát ennek sokféle formája lehet, de ha mondjuk valami betegség vagy öregség van, akkor ott azért sokszor van olyan állapot, hogy mondjuk hetekig, hónapokig valaki már csak vegetál. Lehet, hogy már a belső folyamatok révén már a gondolkodása sem olyan, nem tudjuk, hogy milyen, de minden esetre eljön egy olyan állapot, ahol már ez a nappali diszkurzív gondolkodás, ami akár szép aforizmákat tud mondani, nem fog ott lenni, nem fog működni, csak valami olyan lesz ott, ami ezen túl van. Tehát amikor például már az agy nem működik jól, akkor mi van ott? És ezekre a helyzetekre is készülünk. Minden komoly meditációs praxis valójában a halálra is felkészít. Ezt csak azért mondom, hogy kellő dimenzióba helyezzem azt, amit itt csinálunk, hogy nem csak az van, hogy most éppen a gyermekkori elakadásom a feladat, hanem hát ez is, hogy ezekre a nagy dolgokra készüljünk, és akkor már csak valami nem tudható fogott neked segíteni. Ha ezt eléggé kitapasztaltad, eléggé az életed részévé tetted, és akkor ténylegesen lesz menedéked, ami nem egy fogalom, nem egy szó, egy elgondolás, ami mondasz egy ilyen szót, hogy Isten, biztos vagyok benne, hogy itt mindenki, ha most megkérdeznénk végig, hogy ki mit mond Istenről, hallanánk itt
30-40 más meghatározást. És valójában az, amit mindenki mondana Istenről, az jóval többet mondana el arról, hogy ő benne mi van, mint arról, hogy valójában milyen Isten. Úgyhogy az ilyen változó dolgok, amik tőlünk függenek, egy ideig lehetnek menedékek, aztán, ahogy a bevezetőben is volt szó róla, lehet aztán ketrec is és fogda. Úgyhogy érdemes egy idő után az egyszerű nem tudhatóhoz visszatérni, és akkor utána már ezekkel a szép fogalmakkal se lesz bajod. Amikor kell használni, akkor tudod használni, amikor nem, akkor meg nem lesz az utadban. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hello. I wanted to ask, our practice is always looking inside. What am I? Seeing our mind, seeing what's going inside. But in today's world, that is outside of the temple in Kyoto, there are many companies, phones, social networks, Netflix, that their entire the economic basis is go outside. We want to take our mind outside, look outside, look outside. Don't look inside, always look outside. And they spend billions of dollars on machines and programs to actually do this to us. And kind of my question is, how can we work with that? How can we deal when there's so much pressure from outside, look outside, look outside, that almost feels sometimes to me that like I can't even look inside because there's so many things grabbing my attention. How can we work with that? Yeah, it's a very good question. And it's not easy. And especially in the beginning when you realize how difficult it is and how easy it is to get lost in all this gibberish, because it's tempting. And, you know, everything in this consumer society is based on your hormones and your desires and all the basic desires to get things, to have sex, to have drinks and eat and go to good places. And they are, in a sense, also good. So it's they're not bad things. We need them, but the problem is that you know, they want to have you there to get your money, and it's aggressive in a way. The biggest thing, I think, the biggest leap you can take, which you've already taken, to go somewhere where there are people who think similar to you, who also want to get away from all this. Basically, if you are with peace inside and your mind is clear, really clear, and you have this hermitage inside, you won't have any problem with all that. These are also just forms appearing and disappearing. But to get to that point, you have to unplug yourself for a certain time. It's like having some kind of dependency, like dependency on drugs or watching TV or internet or pornography or something else. You get plugged into it and you cannot escape. And then somehow with help, with connection to people, you have to just stop it and then try to experience something different. And it's very important, everyone who does therapy with people who are dependent on something chemical, it's very, very important to have human connections, relationships where you can heal yourself and not by alone. Alone, it doesn't really go to complete healing. So if you come to a place where others also want to experience something different, then you practice there and do this practice thoroughly and for a long time, because you've already spent much time in the society and you got used to it, like used to drugs or internet or everything. But if you give yourself enough time, slowly your mind, your brain will be calm, more calm, and then you experience something different.
and do that regularly, and then you will realize that when you go back, yes, maybe you will first experience, yeah, it's very noisy. I cannot be there. It's unbearable. I remember when I started Zen practice, and I live in the city center. And there was a time when I was also, as a child, I like nature, so I feel myself good in nature and doesn't really like the noisy city. And after I started Zen meditation, it sometimes became unbearable. I thought that I cannot live in my apartment anymore because it's terrible. And then it's also interesting to experience that when you do the practice for years, then there comes a time when you are there in the city center and it's not really different from a forest or the noise of the tram or the cars or the people. They are also the sound of the universe, and you can listen to it and you can use also these things to be present, and then you can reach a point when it doesn't disturb you and you just remain clear also in a situation where you will get all these kinds of things. And then you get a commercial, someone wants to sell something to you and you say, well, thank you, no, I don't want that. There's a story about Socrates. Socrates went to the market often. And he went there and just walked through the vendors and then they looked there and there and he didn't buy anything. And then one of his students asked him after a time that, well, Socrates, we don't understand you. Why do you go to the market? You are a big philosopher. You don't want these things. And you go there and you don't buy anything. Why do you go there? And then Socrates said to the student, you know, I like to go to the market because when I look around and look at all the people and all these things they buy, then I realize how happy I am because I don't need these things. Then I realize there are many, many things in the world which I don't need. So Socrates went to the market to experience that how these many myriad of things is there and he doesn't need it. So that's also the thing with this practice, that if you do it diligently, there will come a point when you will be like Socrates in the market. And you go into the consumer society and watch Netflix maybe, and then, yeah, if you want to, you do it. If you don't want to, you don't do it. Thank you very much. You're welcome. Nekem az lenne a kérdésem itt a gyerekkori leragadással kapcsolatosan, meg ugyanezzel kapcsolatosan, amit előbb említettél, hogy egy idő után végül is a várost is ugyanúgy tekintetted, mint az erdőt, hogy akkor ilyen megközelítésből létezik olyan, hogy pályatévesztett embert? Pályatévesztett ember? Vagy csak rosszul kezeli a bizonyos ilyen gyerekkori vágyak miatt, vagy ilyen rosszul kezeli az adott pályájának az értékeit? Úgy érzed, hogy pályát tévesztettél? Egy ismerősöm. Igen. A Viagrát is az ismerősöknek szokták vinni a patikából. Bocsánat, egy gyógyszerész múlt. Igen. De... Szóval ez az ismerős mit gondol a pályatévesztésről, vagy miért érzi úgy, hogy pályát tévesztett? Hát mondjuk nem érzi, vagy mondjuk azt, hogy nem érzem teljesen az én világomnak azt, amiben éppen most mozgok. Uh-huh. Elvégeztem, sikeres lehetnék benne, jó így a eddigi karrierutam, de mégis valamiért úgy érzem, hogy így nem az én világom teljesen, mégsem. Igen, hát végső soron ezt a kérdést, ezt te fogod tudni a legjobban megválaszolni magadnak. Amit te tudsz tenni, és mondjuk zen szempontból nagyon tudok ajánlani, ez kifejezetten egy olyan kérdés,
ahol jót tesz a szemlélődés az embernek. Tehát ugye vannak olyan helyzetek, amikor inkább gyorsan cselekedni kell, és ott követjük el a hibát, hogy túl sokat gondolkodunk rajta, meg szemlélődünk, meg elmélkedünk. És aztán vannak ezek az ilyen nagy dolgok, ott érdemes kitisztítani a látást, mert ez teljes mértékben így van, rengetegszer látom egyetemen, ahogy tanítok, jönnek orvosi 18 éves gyerekek, hogy akkor ő majd orvos lesz, és akkor hát általában az van, hogy vagy a szülő megmondja, hogy na, hát legyél orvos, légy szíves, vagy csak jó tanuló volt, és akkor az volt, hogy hát jó, hát az orvos az egy ilyen nagy köztiszteletben álló jó dolog, és akkor legyen az. Egy 18-19 éves ember, nem mondom, hogy senki, de a többség egyszer nem tudja szerintem teljesen őszintén eldönteni, hogy ő mondjuk tényleg orvos akar-e lenni. Aztán utána például mondjuk vannak külföldi hallgatók, akik már úgy jönnek, hogy 20 évesek, mert 2-3 évet már így mentőztek, meg valahol ápolóként működtek, ők már sokkal pontosabban látják, hogy ezt akarják-e vagy nem. Úgyhogy van ez így, hogy szülői vagy egyéb minta kapcsán tanulunk valamit, és aztán utána mégsem ez az utunk. Lehet egyébként azt is csinálni, hogy megtalálod magad abban, amit tanultál. Tehát szokták ezt mondani, hogy ha van például egy munkahely, ahol van egy adott pozíció, amire fölvesznek valakit. És akkor hát ott vannak elvárások egy cégnél, hogy neked mit kell csinálni abban a munkakörben, és akkor többféle munkavállaló van, valaki csak úgy teljesíti a minimumot, vagy még az se, van, aki úgy pontosan mindent teljesít, úgy, ahogy az elő van írva, és akkor vannak olyan emberek is, akik igen, teljesítik, ami elő van írva, meg eljátsza a szerepét, de beleviszi valahogy az egyéniségét, valahogy magáévá teszi azt a szerepet, és ők azok, akik igazán sikeresek lesznek abban a munkában, és nem égnek ki. Míg aki csak robotként teljesíti az elvárást, az egy idő után elunja, és nagyon hamar tönkre megy bele, vagy egy boldogtalan ember lesz. Tehát lehet ez egy megoldás, hogy abban, amiben vagy, és azok között, a körülmények között, ahol vagy, ott igazi önvaló tapasztalata által mondjuk, beleviszed aztán a saját egyéniségedet, és magadévá teszed. Valójában minden körülmények között meg tudjuk találni azt, ami élővé teszi a helyzetet a mi számunkra. Lehet ez egy megoldás, de természetesen olyan is van, hogy lejár a szavatossága annak a karmának, annak a mintázatnak, amit eddig vittél, és akkor pedig egy bátor döntésre lehet szükség, hogy valami teljesen más irányba mész. Mondjuk érdemes úgy figyelni arra, hogy hát egyébként még mik azok a mi igazi mély belső vágyak, amik téged valamilyen irányba visznek, és amiben van okot hinni. Na és itt segít a gyakorlat. Tehát ez most mind ilyen elmélet volt, amit elmondtam, hogy körülbelül orientálódhatsz ilyen irányokba, de aztán neked kell megnézned magadba, hogy mi is az, amit igazán akarsz, és ez gondolkodással nem megy. Tehát végezz. Igen, ezt már elég jól tapasztaltam. Igen, nagyon jó. Tehát én most azt mondom, hogy most tarts ki a gyakorlat mellett. Ha úgy érzed, hogy most még nem tudod, hogy milyen irányba menj, vagy itt hagyd, vagy ne hagyd itt, akkor még adj időt magadnak, és végezz intenzív gyakorlatot. Leborulás, ülőmeditáció, mantrázás, egyeztethetünk róla személyesen részletekről, hogy miért végezzél, ha szeretnéd, és akkor utána, amikor érzed, hogy eljött az idő, hogy megérett a döntés, akkor viszont ne félj megtenni azt. Köszönöm. Nagyon szívesen.
egy ilyen kettősség van benne, mert 30 plusz évig ugye minden érzelem el volt nyomva, a férfiak kemények, akár nem sírnak, stb. Stb. Másik oldalról meditálásnál elég sok ilyen gyerekkori emlék, sérelem, megoldatlan dolog szabadulna fel és jön neki, viszont itt ugye a tantien fókuszról beszélünk és ezt gyakoroljuk. Hogy hol van itt az átmenet vagy a határvonal a kettő között? Én azt érzem, hogyha ezeket továbbra sem engedem, hogy feljöjjenek, apának, anyának, megbocsátás, stb., akkor ezeket nem érzem, hogy hogyan tudom majd meghaladni, ha mindig lehozom onnan a figyelmemet, és nem hagyom, hogy legalább most feljöjjenek. Ne rinyálj, csináld! Keménynek kell lenni egy férfinek! Ez volt a vicc. Bocsánat, ezt nem hagyhattam ki, ezt a magas labdát. De azért egyébként ez a jellegű tanítás is van, amikor szükséges. Nagyon jó a kérdés, és ez szerintem elkerülhetetlen az úton, vagy legalábbis én is éreztem ilyet, hogy igen, hát a meditációnak ez az egyik célja, hogy azt, amit te a megtanult sémáid, meg amit a szülőktől megkaptál, meg a társadalomtól, hogy milyennek kell lenni a férfinak, valóban egyébként nagyon részben tudatos, de részben tudattalan meghatározások vannak, hogy nőköd milyennek kell lenni, és még mindig a társadalom egy nagyon maszkulin valami, nagyon a férfi elvek érvényesülnek, és nem mindig az egészséges férfi elvek, hanem inkább ilyen agresszív, elnyomó dolgok. Változik ez is, nem feltétlenül baj, hogyha változik, de hát egyszerűen ebbe vagyunk, és amikor leülsz meditálni, akkor, és jól csinálod, akkor tényleg ahogyan tudod engedni a gondolkodásodat szabadjára, és lecuppansz róla, lecuppansz erről a szerről minél jobban, akkor valóban más dolgok is megnyilvánulhatnak. Tehát tényleg olyan ez, hogy akkor így ránézünk, kipakoljuk a cokmokunkat, ha megérkezel a táskáddal, kirakod, és akkor látod, hogy mi van benne, van benne. Ilyen melegítő, olyan papucs, borotva, egyebek, és akkor azt úgy látod, és akkor az teher is lehet, hogy akkor most megérkeztél egy helyre, kipakoltál mindent, és akkor most borotválkozzak, vagy rakjak magamra ruhát, vagy elmenjek fürödni. Eddig nem láttad, mert cipelted a cokmókot, és mentél valamerre. Tehát bizonyos szempontból könnyebb volt. Utána meg vissza kell ezt rendezni, hogy hogy van. Úgyhogy elsősorban türelem és kitartás kell ehhez a fázishoz, illetőleg, hogyha konkrét problémák vannak éppen, akkor ne félj kérdezni, akár tőlem, akár bárki mástól, hogy most ezzel éppen mit csináljak. És nagyon sokszor elég, hogyha elmondod, mert van olyan, amikor eléggé belemész valamelyik ilyen jó kis házi feladatodba, akkor az nagyon kemény tud lenni. És akkor ott az embernek minden férfiúi keménysége a sútba lesz dobva, és akkor sírhatsz, köhöghetsz, hány ingered lehet, meg mindenféle egyéb kellemesség jöhet föl. Ez aztán oldódik. Oldódik. Végig kell szenvedni. Szeretnénk sokszor ilyen wellness-t a meditációból, meg élményt. És ez valahol ennek a New Age és ezó világnak a sara, hogy csak ezt az oldalát akarja a spiritualitásnak mutatni, hogy gyere, és akkor szeretve leszel. Jaj, és akkor ne olyan nagy a fejed, Pistike. Jaj, hát jó, te nagyon jó vagy. És akkor még van is egy ilyen, esetleg egy ilyen közös ilyen legendárium, amit ott elhiszel, és akkor elmondod, hogy a szeretet, én bennem mindig, a szeretet a legfontosabb. Jaj, gyere, gyere. Ja, igen, ezt meg ütögetem. Gyere, gyere, szeretet. És akkor ez az a jó, hogy ebbe bele tudsz menekülni, és akkor megint nem foglalkozol ezekkel a mélységekkel. Valahol egyfajta ilyen beavatási pakba bele kéne rakni azt, hogy hát igen, sajnos az élet az fájdalommal jár, és nehézségekkel is jár. És igen, ez tényleg úgy, én is, amikor ezt úgy hallom, meg úgy elgondolkodom rajta, akkor hát igen, ez úgy evidensnek tűnik, de belül valahol úgy élmény szinten, meg érzés szinten azt akarjuk, hogy legyen meg a wellness, és ne legyen meg a fájdalom.
de amiért te saját magad megszenvedtél belül, abból lesz aztán igazán valahogy egy bölcsesség. És ez határozottan nem elmebeli változás. Hát én nagyon sokszor megéltem azt, hogy én olvasó típus vagyok, meg intellektuális típus vagyok, és ez nem jó és nem rossz, csak a saját kihívásaival és előnyeivel rendelkezik, és nagyon sokszor belefutottam olyan érzésbe, hogy már mindent kiolvastam hozzá, és akár el is tudtam volna mondani magamnak, hogy igen, ezt és ezt kéne csinálni, és akkor így, és majd az, meg... És semmi nem történt. Sőt, még rosszabb lett, mert viszont belül nem tudtam megcsinálni. Van ebbe egy olyan dolog, hogy amit a keresztény lelki gyakorlat nagyon jól hoz, hogy valójában nem te hozod a változást. Azt mondja a keresztény szemlélő, a jezsuita szemlélődő lelki gyakorlat, hogy kegyelem a változás, Isten kegyelme. És ez teológiai fogalom, nem menjünk most ebbe bele, de van ennek egy ilyen oldala, hogy a buddhizmusból meg, hogyha fals módon értékeled, vagy értelmezed, ott meg lehet az, hogy na majd mi leülünk, és akkor megoldjuk, erőből elérjük a nirvánát, gyerünk, satria, harcos, gyerünk, megvan oldva. Igen, nekem ettől megfájdult a fejem elég sokáig, amikor meg akartam oldani eminens módon. És a japánok csinálják ezt, ugye, hogyha látsz ilyen, egy ilyen videót láttam Koan interjúról, hogy bement a mesterhez, és akkor ott ült a Roshi, és akkor ott a kérdés elhangzott, hogy és akkor utána jött a válasz, hogy és akkor kiment. Igen, ezt majd kivágjuk. De látom, hogy... Igen, szegény Andrásnak a füle már elmúlt, de legalább elérte a tiszta tudatot. Ja, panaszt tenni a Roshiknál lehet, Kiotóban, valamelyik Haradánál. Úgyhogy ennek meg ez a másik oldala, hogy akkor erőből megoldjuk, és az is nehezen megy. Tehát hagyni kell azt, hogy ülsz, és akkor egyszer valami úgy átfordul, egyszer valami kicsit úgy, megkönnyebbül, és akkor úgy nézőpontot váltasz, vagy nem akarok ilyen New Age-es hasonlatokat hozni. Tehát mintha egyel följebb mennél a létrán, azért nem akarom ezt, mert akkor ez úgy tűnhet, mint hogy akkor fejlődsz, ez is, ennek is megvannak a maga buktatói, ha ilyeneket gondolsz magadról. De az, hogyha hagyod ezt a változást megtörténni, és akkor itt lehet egy ilyen remek ötvözete ennek a keleti és nyugati hagyománynak, hogy önerőből, vagy Isten kenyelméből, nem hagyjad, hogy ez megnyilvánuljon, és akkor szépen lassan könnyül majd a dolog, és egyre jobban látsz majd. Onnan tudod, hogy érzedben könnyebb lett meg, hogy a problémák, az ahhoz tartozó problémák, és hogyha kívülről, már úgymond kívülről nem jönnek, akkor örülünk, hogy ez most akkor úgy tűnik, hogy oldódott, és megyünk tovább, és lesz következő házi feladat, mint a Koan interjún is. Ez a másik jó, amit szeretek a Koan interjún, hogy sosincs vége, ez olyan jó, mint egy ilyen teleregény, egy ilyen dél-amerikai teleregény Esmeraldával, és akkor már végre már nem vak, akkor utána megy még a további történet. Tehát ugyanígy a végtelen Koan. De az élet is ilyen, hogy azt hiszük, hogy majd akkor eléggé megvilágosodunk, és eléggé megvalósítjuk a belső békét, és földolgozzuk az összes szülői csomagot, és akkor már jó lesz, és nem. És akkor az a veszély, hogy ezzel töltöd az életedet, hogy oldogatod meg a házi feladatokat, és akkor hát most még megint oldódott egy ilyen, meg megint oldódott egy ilyen. Na és ez egy idő után, hogy visszatérjek a legelejére, ez egy idő után marhára nem férfias. Tehát, hogy igen, megint meg kell oldanom valamit, úgyhogy most hát bocsánat, nem tudok bevásárolni a gyereknek, meg ódd meg, én most megyek elvonulni és megoldani a problémákat. Igen,
Tehát elegendőt oldj meg ahhoz, hogy legyen egyfajta belső szabadságod, hogy számíthassanak rád a környezetedben lévők, és te is számíthass a saját belső erődre. Úgyhogy long story short, keep on practicing. Köszönöm, abszolút rezonált. Nagyon szívesen. Nekem az volna a kérdésem, hogy miért ismétlődnek meg családi sorsok családon belül. Nekem nagymamám 58 évesen halt meg, gyógyszerész volt, komoly függőséggel, és két hete nagynéném, tehát a lánya ugyanígy, 58 évesen. És az utolsó 3 évet elég szorosan végigkövettem, próbáltam segíteni. De rá kell döbbenjek, hogy van egy mélyebb program, amit egyszerűen nem tudtam átállítani, tehát, és orvosok sem, tehát semmi. Uh-huh. És hogy nyilván jó lenne ezt nem megismételni, illetve most mit lehet csinálni? Uh-huh. Nagyon jó a kérdés. Abszolút van ez, tehát ez nem csak nálad, hanem ez így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában, szinte minden családban van ilyen. Van, amit ilyen markánsan észrevehet, van, ami meg kevésbé. Ennek a pontos mechanizmusa végül is igazából nem is fontos, nem, én legalábbis ennél most konkrétan nem tudnám, hogy mi a, hogyan alakul ki, de átadódik, és több mindent tehetsz magadnál. Nagyon-nagyon-nagyon kell ilyen esetben ez a tiszta, tükörszerű tudat. Tehát egy rendszeresen végzett meditációs praxis elengedhetetlen. Ez nem lesz gyors segítség. Lehet, de el kell tölteni vele némi időt, hogy jó értelembe véve rutinossá váljál benne, mert amíg nincs meg egyfajta belső erő, addig összeomlasz az esetleges dolgoktól, amiket látsz. És akkor, ha már az elején összeomlasz, akkor már a nagyobb Godzillákat meg se fogod látni, hogy mi van. Tehát egy leborulással, mantrákkal megerősített praxis gyakorlatot ajánlanék nagyon. Az elején nagyon-nagyon sokat érdemes mantrázni és leborulni. Ez fokozza ezt a belső erőt. Zennél maradva, hosszú távon ez segít, hogy belső látást kifejleszteni, és ezt ki kell fejleszteni, mert hát azt mondom, hogy ki kell fejleszteni, hogy igen, bennünk van ez, csak szétcsapja a tudatunkat a külvilág alapvetően, és nem érzékeljük azt a finom jelet, amit pedig egyébként keresünk. Tehát erre van szükség. Úgyhogy szerintem bizonyos szempontból van időt, bizonyos szempontból az idő nem vár ránk. Most én inkább azt mondanám neked, hogy ne aggódjál. Tehát ha tetszik a zen, akkor én az elején nagyon meglökném egy mantra és leborulás praxissal, és akkor üljél, és gyere sokszor gyakorolni. És aminek meg kell mutatkoznia, az megmutatkozik. Az a jó a zenbe, ez a jó oldala, a rossz, úgymond, amit nem szeretünk benne, hogy lassan történnek a dolgok, de ennek van előnyes oldala is, hogy ami följön, az csak olyan, amivel már meg tudsz birkózni. Lehet, hogy először agyonnyom, de meg tudsz vele már birkózni. Elménk általában azért csinálja ezt, hogy lenyom egy csomó mindent a tudatalattiba, mert véd minket. Ez egy ösztönös védelmi mechanizmus, hogy ne rodjunk össze mindenféle katasztrófától, amit láthatnánk, csak nem kéne. De amikor ülsz és engeded, hogy megnyilvánuljon minden, akkor ami már itt az előbb is beszéltünk, bizonyos szempontból egyfajta ilyen kegyelmi működésként, ami megmutatkozik, azzal akkor dolgozhatsz és tudsz is dolgozni, és egy ilyen természetes módon fog az egész zajolni, mint ahogy a zen mondja mindig, hogy a folyók az óceánba folynak, a felhők pedig felszállnak az égre. Ha kisüt a nap, akkor szép zöld a fű, meg kék az ég. Ha esik az eső, akkor meg még jobban nő a fű. Tehát ezek ilyen általános, akár motivációs tréner szájából is elhangozható mondatok lehetnének, de
az ember abszolút benne van ez, hogy, hogy engedd meg, hogy a dolgok a maguk természetes mi voltában megnyilvánuljanak, és a gyakorlat, ha csinálod, kitartóan ezt megadja. Úgyhogy én azt kívánom neked, hogy, hogy találj rá egy ilyen gyakorlatra, végezd, és aztán még olyan segédeszközt veszel igénybe, amilyet szeretnél, de hosszú távon ez a tudatos, tiszta jelenlét fog a legtöbbet segíteni abban, hogy ne kelljen megismételni azt, ami a családban már benne van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hi. Couple years ago I started to ask myself some questions and I really changed my mind a little bit, but I kept doing the same things and I in Israel, and I feel like I just made a mess of myself. And then I came here and finally I have the chance to really look inside and see what I want to do. But my question is, I feel that in these years I developed like a worry mind, that because I didn't knew my past, and how can I let it go, and if there is something to let go, and how can I find my past, how to know that something inside me is trustable, or is it just another thought or another? How can I know that something is that appears in me is real? What do you see? Golden Buddha. Golden Buddha. Yeah, very good. Is that the truth? Is that real or not real? This is the Golden Buddha. Very good. The Buddha is gold. Just that. So return always to the clear mind before thinking. This don't know mind. Your problem is that you are thinking too much. And I don't want to put a bad sign on you that you think so much. Every one of us think too much. I think many people who look for Zen are people who think too much and they come to, well, this promises that, well, you can do something with your thinking. So it's not really bad that we have thinking, we need it. We just have to be, have to attain a certain independence from this thinking mind. So if you feel that your life is complicated, that's always the symptom of too much thinking. That's your brain tricking you and doing its job uncontrollably. And then this servant, this very good servant, which is your thinking, becomes the housemaster. And it's a bad housemaster. You should be the housemaster. You need to know to be the real housemaster, you need to know who you are. So keep on questioning, what am I or what is this, and let go of this thinking. There is a Zen story with the devil. There is a market again, someone tells the rich man that you should go to the market. They are selling very good devils there. And why do I need a devil? Oh, you should go. These devils are very good. They do everything for you. Well, this rich man goes there and finds the vendor, and there are the devils. And they are looking horrible, but they sit there. And well, this man asks the vendor, well, I was told that I should come and buy such a devil. Why is it good?
all the vendor says, it's very good. They will do everything for you. Buy one. It will really help you. You just need to remember one thing. You always have to say to the devil, what should this devil do? Always, always give it a timetable with everything given, everything defined. Now you do work, but you also have to define, now you rest. All right, I will buy a devil. He is very expensive, but he buys one and takes it home. And then he's very so interesting, and then says to the devil, yeah, please do that and that, and the devil goes to work, and in two days, 3 days, the house is very clean, it's beautiful, the devil cooks, does the work outside in the garden, everything. And the rich man is clever, so he also tells the devil that, well, now you should rest, now you should sleep from this time to that time. And it all goes very well, for months. And then once, a friend of this rich man invites the man to a party. And he goes there. He gives, of course, he gives the devil a timetable for the night. And he then goes away. And then the party is going well, and they drink. And they drink very, very much. Maybe it's a end of the year party. And then the rich man just falls asleep there in the party. And the next morning, where am I? And then the friend tells, yeah, you've fallen asleep and it's already morning. And then the rich man says, oh my God, the devil is at home and I only gave him, and only gave it the timetable until 12 o'clock. He runs home and the whole house is on fire. And the devil is nowhere, and he looks for the devil, and it's in the neighborhood, and the devil is cooking little children on the fire. So that's a long story, but that's how our thinking mind works. So give it a clear timetable, like here, like that's what we do here. Now you meditate, now you eat, now you work, and that gives you space and gives the devil something to do, and then you can do your practice. Just don't drink too much and don't go to parties. But if you go to party, then be mindful of that now I go to the party and that will happen. So that will, a clear timetable, a clear order in your life will make it easier and less complicated. And then this don't know mind and its experience can become more solid, and you won't have so much problems after that. But it takes time and effort. Thank you. Thank you. Nekem lenne egy... Oh. Hogyha, ahogy mondtad a tanításban, mindent percre pontosan betartunk, és mindig tudjuk, hogy mi a dolgunk, hogy mikor dolgozzunk, gyakoroljunk, pihenjünk, aludjunk, és ezt be is tartjuk, ez nem csinál belőlünk kis ördögöket? Hát most már kis ördögöt csinál belőled. Te már azzá váltál. És hogyha akkor elmegyek bulizni, partizni és berúgok, akkor ettől leszek ember? Szeretnéd, hogyha megmasszíroznám a hátadat a bottal? Igen. Akkor gyere ide. Vannak valahol csomók, vagy valami, amit így... Szalad a kutya a csont után. Jó vagy, folytasd tovább. Szervusz. Szia. Nekem egy olyan kérdésem lenne, mi kapcsolódik a tegnapi gyakorlatomhoz, pontosabban valami megjelent benne, ami már korábban is megjelent, és hát tartok attól, hogy egyszer csak véget vethet a bármilyen fajta spirituális gyakorlatomnak. És gyakorlatilag arról szólt a tapasztalásom, hogy azt érzem, hogy a határaimat feszegetem. A határaimat feszegetem olyan szinten, hogy még talán csak arra sem lesz erőm, hogy segítséget tudjak kérni. És ez,
Egyrészt nagyon rossz érzéssel töltött el, mert tudom, hogy szeretnék tovább menni, viszont azt is érzem, hogy van bennem egy erő, ami húz vissza folyamatosan, és nem akarja, hogy elérjem a megvilágosodást. Kicsit, egyrészt mi a kérdés? Hát a kérdés az lenne, hogy tudok-e bármit tenni, amikor azt hiszem, hogy nem tudok semmit sem tenni? Uh-huh. Hova nyúlhatok, amikor azt érzem, hogy minden kapaszkodó, és mindenki csúszik alólam? Uh-huh. Igen, nagyon jó a kérdés, ez már jó. Csak azért mondom, hogy jó, meg nem jó, ez csak ilyen kis zárójel, hogy magad számára is próbáld meg egyrészt konkretizálni azt, hogy mi az, ami éppen most az utadat állja, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy az utadat állja. Egy érzés, egy gondolat, egy emlék, és próbáld meg a teljes testedben is megélni, és akkor ezt bármi fölmerül, ez általánosságban használható bármire a gyakorlatban, hogy mindent tudunk gyakorlásra használni. Tehát nem csak az a zen meditáció, amikor leülsz, gyönyörű szépen megvan a tantien fókusz, úgy csinálod az egész gyakorlatot, hogy nincs az a meditációs instrukció, ami olyan szépen körvonalazza és tankönyvszerűen leírja, hogy te csinálod. Lehetnek néha ilyen pillanatok is, ez is jön és megy. És aztán vannak ezek a pillanatok, amikor úgy érzed, hogy kiszáradsz, úgy érzed, hogy nem tudsz tovább menni, és ezekből rengeteget lehet tanulni. Akkor, hogyha meg tudod azt tenni, hogy maradsz az érzékelésnél, és hagyod azt is, hogy akkor most ez legyen. Mert ugyanis most éppen akkor az a realitás, hogy úgy érzed, hogy elakadtál, frusztrált vagy, kiszáradt a gyakorlatod, és akkor legszívesebben abba hagynád. És akkor, ha ezt leöntöd a gondolkodás szószával, akkor lesz belőle egyre nagyobb szenvedés. És például ilyenek, hogy akkor igen, most ma se világosodtam meg, és egyre távolabb vagyok tőle. Minden ilyen fogalom az olyan, amit elgondolunk, mint amikor berakja az okos lovász a répát a ló elé, és betartja elé, ő ül a lovon, vagy a kocsin, a ló meg megy a répa után, és soha nem éri el, mert az egész rendszer mozdul el. Tehát ez unblock egy nagy technikai nehézség, hogy amikor leülünk meditálni, akkor ugyanazzal az elmállapottal ülünk le, ami a szenvedést generálja, és akkor az ülés közben akarjuk a megvilágosodást, a szenvedést elkerülését, a jó állapotot, és akkor ez ott lóg be a répa előttünk, és egy ilyen végtelen szamszárikus körben továbbra is benne vagyunk, csak most éppen meditációt színlelve. Tehát a külsőség változott, belül semmi nem változott, viszont amikor jönnek ezek a nehéz helyzetek, akkor ott van a nagy lehetőség. Mert akkor megmaradunk a tiszta jelenlétbe, és bátran kiálljuk. Ülünk, nem keresünk szórakozást, nem kapcsoljuk be a tévét, nem internetezünk, csak ülünk, és nem menekülsz ezelől a rossz állapot elől, vagy a frusztráció elől, megéled. És ha meg tudod élni, anélkül, hogy akarnál tőle valamit, akkor fog oldódni. És minél több ilyenen átmész, annál gyakorlottabb leszel ebben, és annál elősebb leszel belül. Tehát itt most arra van szükség, hogy ezt a bátor lépést meg tud tenni. Semmi gond a gyakorlatoddal, annyi van, hogy csinálod a gyakorlatot, és jönnek azok a buktatók, amikor könnyen abba lehet hagyni. Ezek azok a pillanatok, amikor sokan abba hagyják. Ha nem hagyod abba, akkor viszont ennek meg lesz a jutalma. Ugye együtt egyé válni sokféle helyzettel lehet, és mondjuk például elmész egy wellness szállodába, és ülsz a meleg termálvízbe, meg elmész a masszázsra, és egyebek történnek, azzal elég könnyű egyé válni. És megy is, csak mivel ott automatikusan egyé válsz a helyzettel, ezért belül nem fejlődsz tőle, nem, nincs sportértéke annyira. Viszont ennek van sportértéke, olyan ez egyébként kicsit, mint az edzés, ez a dharma-termi játék, hogy akkor megtanulunk
májtájozni, vagy most nem tudom milyen ilyen harcművészetet mondja, kungfúzni az olyan zenesebb, és akkor egyszer csak már nem fog az az ellenfél annyira ijeszteni, és aztán rá is jössz, hogy nem is ellenfél. Úgyhogy kitartás, esetleg meg lehet spékelni itt is, mint ahogy már az előbb is mondtam, minden ilyen nehéz helyzetben valami dinamikusabb gyakorlattal. Ezt például leborulás. Tehát, hogy beleviszed reggel, délután is, akár este is 108 leborulást mondjuk egyszerre megcsinálsz, és akkor az úgy átmozgatja a rendszert. Elmész sétálni, az is átmozgatja a rendszert. Ülésbe, hogy kicsit úgy be tudunk pössedni néha, és akkor elmegy a megküzdő energia, és akkor oldódni fog ez a helyzet. Úgyhogy tarts ki tovább a jelenlétnél. Köszönöm a válaszodat, amint láthatod, még itt vagyok. Nagyon jó. Tehát nem mentem már, nem ez volt az első ilyen helyzet egyébként. Azt hiszem, hogy csak egy megerősítést szerettem volna végül is kérni, de ezt megkaptam. Köszönöm. Nagyon szívesen. Szia, Ádám. Szia. Olyan kérdésem lenne, hogy a sportolást, azt a itteni gyakorlat melyik részében lehet beilleszteni mondjuk kint? Tehát a ülő meditáció, vagy a éneklés részbe? Szeretné fekvő támaszolni éneklés közben? Nem. Csak ha szeretnéd, hogy... akkor hátul megoldjuk, és oda megyek, és mint egy ilyen amerikai kiképző tiszt, így egy ilyen csizmába rá lépek a hátadra, és nyomlak le, miközben a Suranga mantrát énekled. Tehát például bele lehetne így vinni. Csak hogy nem tudom, hogy... Mozogni szeretnél? Igen, csak hogy hát a hétköznapi életemben hogy vigyem be például, hogy leborulás és éneklés, és akkor mondjuk a bringázás legyen a meditáció rész. Tehát, hogy vigyem bele a mindennapjaimba ezt. Uh-huh. Tehát akkor most végül is az a kérdés, hogy nem itt, hanem az életedben. Igen, hogyan? Igen. Nagyon jó. Tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen legyen a napodban olyan rész, amikor te formális gyakorlatot végzel. Miért? Azért, mert ez az egyszerű forma, amit csinálunk itt, amit tanítunk, ez nagyon sok száz év tapasztalata alapján forrott ki. Sok száz év, sok száz ezer gyakor, száz meg ezer, meg még több gyakorlója, ezt már több-kevesebb sikerrel használta, de biztos, hogy voltak, akik ebből kaptak valamit, különben nem maradt volna fönn. Tehát érdemes ezeket a tapasztalat során kikristályosodott segédeszközöket igénybe venni, hogy ülsz, hogy egyenes a hátad, hogy leborulsz a megfelelő forma szerint, hogy mondod a mantrát, énekelsz, mert ez biztos, hogy működik, és ez segít, ad egy olyan csészét, amiből tudsz teát inni. És ez mindenféleképpen kell. Aztán, ahogy erősödsz, meg ahogy tudatosabbá válsz ezeknek az edzéseknek a segítségével, akkor természetesen könnyű lesz más helyzeteket is meditációra használni. Biciklizést nagyon könnyű, és különösen akkor könnyű, hogyha nem esel át valami, meg nem balesetezel, mert mondjuk mantráztál, és annyira elmerültél a Kwansan Bosal szamádiban, hogy nem vetted észre, hogy jön a teherautó, tehát azért ezekre vigyázzunk. De ugye az is nagyon érdekes, hogy igen, a sportnak megvan az a hatása, hogy átmozgatja testünket, és akkor úgy áramlik az energia bennünk, és ez jó. Tehát ez tényleg épp testben, épp lélek, nem véletlenül mondja a közmondás. Ez abszolút kell, de akkor a világ összes sportolója meg lenne világosodva, és föl lenne ébredve, hogyha önmagában a sport által el lehetne valamit érni. Valójában mindennek a kulcsa az, hogy te milyen hozzáállással csinálsz valamit, és milyen tudatosságot fejlesztesz ki magadban, és akkor ez működik. Tehát majd a sport is akkor, és minden más helyzet, akkor nagyon könnyen meditációnak használható, ha már megvan ez a tapasztalatod a formális gyakorlatban. Úgyhogy mind a kettőt csináld, nagyon jó, ha sportolsz,
sportolj amennyit csak szeretnél, és akkor ez egy jó harmónia lesz. Kell egyébként a biztos test és a jó erőnlét a gyakorlathoz, csak egy apró személyes tapasztalás, pár ilyenekről nem szoktunk beszélni, de ez most abszolút idevág, hogy én kifejezetten nem egy mozgós típus vagyok, és rá kellett jönnöm arra, hogy meditálhatok akármennyit, hogyha nem törődök a testemmel, akkor egy idő után szétesek belül, mert a testem nem bírja, vagy mert összeesik az ember, tehát kell egyfajta egészséges erőnlét is. Biztos vagyok benne, hogy a régi szerzetesek is a sok-sok leborulást is ilyen célzattal is beletették, mert tapasztalták ezt, hogy valamiféle testmozgás kell. Természetesen a leborulásnál is azért nem csak Buddha fitness a leborulás, mert van ott egy komoly irányvétel, amit beleteszünk mögé. Úgyhogy így a kettő kombinációja nagyon szépen tud szerintem az életben működni, és csináld is. Köszönöm. Nagyon szívesen. Előtted kérdés. Akkor így ezt a végső szakaszt megspékelve megkérdezném, hogy a leborulás elég ahhoz, hogy azt a testet a meditációhoz kondícióba tartsuk? Vagy kell valami plusz new school-os sportág, amit az ember folyamatosan tréningeztet? Hát, hogyha van olyan, amit te szeretsz, akkor azt csináld. Az mindenféleképpen jó lesz. Segít a leborulás, de vannak a maga veszélyei is, tehát hogyha ilyen aszketikus hevülettel csinálod, és minden nap megcsinálsz több ezret, anélkül, hogy figyelnél magadra, és gyorsan, és akkor tönkreteszed a térdedet vele, mindenféle problémáid lehetnek belőle, tehát itt is a mérték nagyon jó, ha megtartod. Egy bizonyos szempontból azért egy síkú mozgás, tehát én mindenféleképpen valamilyen nyújtás bevinnék, nagyon jó csikungozni, ha tetszik a jógázás, akkor az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy könnyebben tudjál ülni. Egyáltalán megtanuld azt, hogy tényleg hogyan tudsz úgy elhelyezkedni egy ülőpárnán, hogy az működjön. Tehát érdemes, itt a szangában is van több jóga oktató, érdemes az ő segítségüket is kérni, szokott itt is lenni, hogyha itt vannak a szünetekben jóga óra. Úgyhogy tennék mellé valamit. Nem kell ezt sem túlzásba vinni, de valami, ami kicsit hajlékonyabbá teszi a testedet, az alapvetően jót tesz neked. Tehát igen, bizonyos szempontból jó, és elég is lehet a leborulás, de bizonyos szempontból egysíkú, úgyhogy amit jól esik, nyugodtan keres mellé. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem lenne még egy kérdésem itt azokkal kapcsolatosan, hogy volt előzőleg arról szó, hogy amikor ki akarunk mondjuk szakadni valahonnan, vagy ezektől a külsőségektől, és hogy nézzünk kifelé, hogy érdemes, hogy van ez a sok-sok külső tényező, ami hat ránk, és folyamatosan befolyásol minket, és hogy fogyasszunk, és hogy vásároljunk, és hogy éljünk a vágyainknak, akkor érdemes elmenni olyan közegbe, ami ebből segít minket, viszont utána meg, és akkor elhangzott az, hogy ezt egyedül nem tudjuk megoldani, viszont utána itt például valakinél meg elhangzott az, hogy igazán a problémáinkat saját magunk, egymagunk tudjuk megoldani. Tehát, hogy így, és akkor nekem is igazából ez is már így éreztem azt, hogy sokszor egy közösség az inkább az olyannak tűnt, mintha ja, a közösséggel jó, de hogyha már egyedül vagyok, akkor már nem az igazi. Tehát olyan, mintha egy közösségben valamit élvezek, az azért van, mert igazából úgymond a valós énemet azt így berúgtam a szekrény alá. Tehát, hogy sokszor egy ilyen közösség az így el tud vinni, és így a problémát azt inkább besöpörjük a szekrény alá, és így
nem teljesen így a valós énünk ennek megfelelően cselekszünk. És mi a kérdés? Az, hogy akkor most itt most egy közösség az segít, vagy pont, hogy elfed valamit. Uh-huh. Nagyon jó, és örülök, hogy ilyen paradoxont véltél felfedezni a válaszokban, mert ez akkor elgondolkodtatott, és figyeltél. Ez egyrészt nagyon fontos, hogy legyenek ilyen paradoxonok. Ugye arról van szó, hogy mindenben, mint ahogy a Zenbotnak is van két vége, általában összetartozó értékpárokkal dolgozunk, ami olyan értékpárok, hogy mondjuk egyén és közösség, szabadság, felelősség, és még lehetne folytatni a sort, vannak ilyen remek fogalmaink, amit a kis duális fölfogásunk ilyen párokba rendez, és mind a két végletnek megvannak a sajátos értékei, és megvannak a problémái, illetőleg, hogyha túlzásba viszed az egyik irányt, és csak a Zenbot egyik végén vagy, akkor a másik az ott elfelejtődik. Tehát nem véletlen az, hogy a Buddha tanítása nagyon kezdetektől kezdve a középútra épül. Ez a középút fölismerése egyrészt művészet, másrészt a felnőtt érett spiritualitásnak egyik sarokpontja. Talán hallottad azt a történetet, hogy ez ugye honnan ered, hogy amikor aszketikus praxist végzett Buddha nagyon sokáig, éheztette magát ott a néhány aszkéta társával az erdőben, és csontsoványra fogyott. Nem volt akkor ilyen szépen kikerekedett aranyszínű, mint ahogy azt ábrázolni szokták. És akkor már, amikor nagyon majdnem meghalt, akkor elment a folyóhoz, és ott éppen hallott egy beszélgetést, ahol egy zenész tanította a fiatal tanítványát húros hangszeren játszani, és azt mondta ez a mester a tanítványának, hogy vigyázz arra, hogy ne legyen a húr túl feszes, mert akkor elszakad, de ne legyen túl laza se, mert akkor nem tudsz rajta játszani, és hamisan fog szólni a hangszer, és akkor fölismerte a Buddha, hogy aha, az nem jó, hogyha halálba éheztetem magam, nem jó, hogyha szétaszketizálom magam, hanem középúton kell járni. És akkor visszament az aszkét a társakhoz, megmondta nekik, akik szintén csontsoványok voltak, hogy hát most együnk már valamit, és akkor azt mondták azok, hogy eretnek, megfertőzött a világ, menj innen! És akkor ő tovább ment, és tudjuk, mi történt utána. Tehát mindennél érdemes ezt megkeresni, hogy hol a középút? Mi ennek, és mi annak az oldalnak az előnye, és mi a kihívása? Amit mondtam, hogy kellenek a társak, és kell a közösség. Igen, jó egy jól működő szanga, közösség, és nagyon jók hasonló gyakorló társak. Tehát erre sok előny származhat abból, hogy vannak dharma barátaid, akikkel leültök gyakorolni, és adott esetben néha-néha egy-egy ilyen problémás kérdést megbeszéltek. És akkor őszintén a másik is tudja, hiszen ezt a gyakorlatot csinálja, és egy közvetlen emberi kapcsolaton belül meg tudod ezt beszélni. Nem véletlenül mondta Mángong zenmester a nagy átadási vonalban az egyik legnagyobb Szungszán zenmester előtt, hogy nagyon jók a tanítások, nagyon jó egy zenmester, de az úton haladva a dharma barátok segítsége és jelenléte szinte felbecsülhetetlen értékű. Valahogy így mondtam, most lehet, kicsit kiszennyeztem a mondandóját, de talán nem fog megsértődni. Úgyhogy ezek a mély emberi kapcsolatok, amik kialakulhatnak, ezek sokat segíthetnek, és hogyha igazi, őszinte, maszkok nélküli kapcsolatok ezek, akkor az nem vesz el belőled semmit, nem veszi el a szabadságodat, és nem is fedi el azt, hogy valójában most éppen hol vagy.
nagyon, az igazi barátok azok, akik nem mindig azt mondják, hogy jó, hát önigazolunk téged, jó vagy te így, ahogy vagy, hanem kedvesen és barátságosan megmondják, hogyha éppen valami problémád van, és ez nagyon sokat tud segíteni. Ez az egyik oldal. A másik oldal az, amit szintén mondtál, hogy egyedül tudunk kijutni a galibából. Igen, tehát ott lehetnek neked ezek a barátaid, de ha te megrögzötten ragaszkodsz ahhoz, hogy mondjuk önsajnálod magad, vagy önsorsrontasz, és nem teszed meg belül azt a lépést, hogy igen, én ebből szeretnék kilépni. Hát már én unom, hogy mindig ugyanazt mondom el a másik kettő szerencsétlennek, hogy nem megy a párkapcsolat, nem megy a munka. Ne. Hát egy idő után rá lehet erre unni, és akkor eljöhet egy olyan pont, hogy akkor azt mondod, hogy jó, akkor változok. De ezt a lépést, ezt senki nem tudja helyetted megtenni, még a legjobb barátod, a szerelmed, a szüleid, a tanítód se. Tehát itt van az egyéni felelősség. Ha látod helyesen ezeket a közösségeket és szituációkat, akkor meg tudsz maradni középen, és akkor egyik végletnek a nehézségét sem fogod tapasztalni, hanem tudsz haladni. És akkor egy ilyen harmonikus érzésed van, hogy ú, igen, hát ez most így jó. Köszönöm. Nagyon szívesen. Az elmúlt 2-3 hónapban felkerült az internetre egy videó, valamelyik budapesti metron egy idős hölgy nem vett fel maszkot, és az őt körülvevő tömeg majdnem meglincselte őt. Csúnyán beszéltek vele, azt mondták, hogy ő tehet a kialakult helyzetről, meg egyéb mocsok dolgokat. Beszéltem erről az egyik barátommal, és a Platontól a barlang hasonlat jutott az eszébe. Ugye, hogyha valaki a fényben jár, megtapasztalja valóságot, és visszakerül a többiek közé, azt a végén halálra verik, akik nem látnak. És az a kérdésem, hogyha ideális esetben ebből a teremből mindenki megtapasztalja a fényt, a valóságot, akkor mi a biztosíték arra, hogy minket nem fognak majd agyonverni a jövőben? Nagyon jó tanítványa vagy Platónnak, mert úgy tetted fel a kérdést, hogy ideális esetben, hogyha mindenki megtapasztalja, hát ezt a áldást és átkot, hogy Európában mindig az ideákat hajszoljuk, és az ideális szerelmet és helyzetet tesz, hát Platón bácsinak a nagy-nagy sara. és hát ugye nem véletlen ezt, mert mindig szoktam mondani, hogy amit a filozófia tankönyvek említenek, hogy a nyugati gondolkodás és vallás az lábjegyzett Platónhoz. Igen. Ez nagyon sok szempontból így van. Tehát absztrakt a kérdés. Nem tudom megválaszolni az absztrakt kérdést neked, hogy mi lesz, amikor ideálisan mindenki meglátja a fényt. Mi a fény? Nem tudom. Nem tudod. Nagyon jó, de innen van még egy további lépés. Most már az előbb egyszer megbeszéltük a nem tudomot. Hogyan lépsz tovább a nem tudomból? Mi a fény? És még? Nem tudom. Ragaszkodsz a nem tudomhoz. Makacs vagy. Így hogy akarsz kijönni a barlangból? És meglátni a fényt? És megtapasztalni, hogy akkor mindenki megvere? Vagy esetleg prófétaként néznek rád? Megfordulnak? Elérik a megvilágosodást és követnek a pusztába? Ahol megkereszteled őket. Köszönöm. Meg tudod mondani, hogy mit köszönsz meg? Mit kaptál? Ez mi? Nem válaszolok. Még mindig makacs vagy. Nem baj. Ha átalakítod ezt a makacságot a elköteleződésbe és a kitartásba gyakorlat során, akkor jól tudsz majd járni az úton. Rajta leszek. Remélem. Köszönöm szépen. Én is. Az volna a kérdésem, hogyha ennyire jó dolog a személyes felelősségvállás, miért kerüljük el? Vagy hát miért próbáljuk ezt nem felvállalni? Milyen akadályozó tényezők vannak ilyenkor? Sokféle lehet, de
leginkább kényelem. Nagyon sokszor kényelemből félünk tőle. Sokszor nem tanítanak meg minket a felelősségvállalásra, nem látunk jó mintákat. Például egy krónikusan apahiányos világban élünk, ahol nincsenek jó apai minták nagyon sokszor. Sok családban, eleve sok családban, csonka családok korát éljük, nincs ott az apuka, nincs az, aki hogy klasszikusan, archetipikusan mutasson erről egy tiszta mintát. Már gyerekkortól, hogy ok és okozat, lehet mondani, hogy a darmának egyfajta elemi megtapasztalását. Nem tanuljuk ezt meg, és hogyha nincs jó minta, nincs is mit követni, és félni és rettegni fogunk ezektől a lépésektől. Plusz hát azért is félhetünk, mert hogyha te felelősséget válasz, döntesz valahogy, akkor ott bizony exponálod magad. Valakik azt fogják mondani, hogy mások azt fogják mondani, hogy és akkor mi lesz? És egy csomó ilyen belső bizonytalanság akkor ilyenkor följön, és akkor ott maradunk, hogy inkább nem. Inkább maradunk ebbe a plazma állapotba, ami sajnos nem a tanti ennek a jó plazma állapota, hanem egy ilyen nem tudom, hogy mit csináljak állapot, és ebben lehet például remekül depressziósnak lenni. Tehát az egyik, a depressziónak az egyik jó oka ez, hogy ez a döntés képtelen, és akkor nem tudok mit csinálni, és most megfogjam, ne fogjam, most ez az én zenbotom, de nem az én zenbotom, de mégis nem, és igen, és nem, és nem. És akkor emiatt aztán nem indulunk ebbe az irányba el. Ha szeretnéd ezt gyakorolni, akkor érdemes kicsi dolgokban kezdeni. Felelősséget vállalsz egy kis állatért. Aztán jöhetnek a nagyobb felelősségvállalások is. Ez is olyan, hogy érdemes látni, ahogy már erről beszéltünk, ennek a jó oldalát, mert mindig klasszikus példa, hogy mondjuk valaki bevállal egy ilyet, hogy megházasodik, és gyereket akar vállalni. Vagy bevállal egy olyat, hogy nem házasodik meg, és akkor ő nőtlen spirituális gyakorlóként él, és segíti a közösséget, csak a közösséget. Ezek nagyon komoly felelősségvállalások, ekvivalensek is bizonyos szempontból, és ez egy belső szabad döntésből ered, akkor mind a kettő út ugyanolyan komolyságú lehet, és ugyanolyan őszintességgel lehet képviselni. És nagyon sokszor van az, hogy meghozzunk egy ilyen döntést, és akkor ránk omlik az árnyoldala, mert minden felelősségvállalás és döntés az azzal jár, hogy valamit elhagysz, valamit el is vesztesz, és ezt se szeretjük. Nem szeretjük azt, hogy a valami mellett döntés az ki is zár bizonyos dolgokat. Ha elveszel egy nőt, akkor a világ többi 4 milliárd nőjét nem veszed el. Vagy hogyha bevállalod a nőtlenséget, akkor hát ott marad ez, hogy na, ülünk. Jó, hát né, padló, barna padló. Hát nagyon jó, köszönöm szépen. Hát ezért vállaltam, hogy barna padló, 60 évig barna padló és tantien fókusz. Köszönöm szépen. Hát végül is, igen, tehát hogy lehet nézni, hogy minden ilyen döntésnek, jó, de hát ott a másiknál, meg jön a gyerek, meg akkor utána nincs szex, meg nem én vagyok az első helyen. Tehát annyi minden dolog van, ami a helyesen vállalt út és a helyes felelősség ellenére ott van, mint árnyoldal. És hogyha ezt nem látjuk, akkor megint csak elbukunk, még hogyha hoztunk döntést akkor is. Tehát, hogyha látod ezt, hogy ez mivel jár, akkor elindulsz valamilyen irányba, de azért érdemes elindulni, mert hiába, hogy vannak ezek az árnyoldalak, a plazma állapot a legrosszabb, amikor ott vagy ebbe az állapot, akkor ebbe sem mentem, meg abba sem mentem. Tehát ez az életút, és hogyha ezért mondom, hogy bizonyos szempontból egyfajta ilyen beavatás jellegű dolog is ezekbe jól jönne, akár oktatási rendszeren belül, akár családon belül, így serdülőkor végén, hogy lássuk ezt, lássuk, hogy érdemes élni
magunk és mások javára is az életet. Úgyhogy hát valami ilyesmi akadályok vannak. Mindig még ennyit, hogyha megengedsz ehhez, hogy azt látom sokszor, ha nincsen alapvető ismeretünk a lélektani folyamatainkról, akkor gyakran elbukunk. Tehát ez, amiről beszéltünk, ezek pszichológiai lélektani dolgok, hogy igen, a jó döntéseket is megunjuk, meg utána csak a rosszat látjuk. Tehát ezek alapvető emberi lelki folyamatok, és hogyha ezekkel nem vagyunk tisztában, nincs egyfajta műveltségünk ennek a terén, akkor a legjobb dharma gyakorlás is belefuthat például abba, hogy gyakorlunk, ragaszkodunk a formához, eltelik 20 év gyakorlásról, és egy ordas nagy hibát csinálsz, ahogy fölállsz, és mert nem voltál tisztában azzal, hogy elfojtottad mondjuk a gyakorlással azt, ami benned van. Tehát lehet egy ilyen oldala is. Én nekem személy szerint abszolút az jött be, hogy igen, nagyon jó a dharma, nagyon-nagyon sokat segít a gyakorlás, és akkor amikor valami nehéz helyzet van, vagy úgy érzem, hogy most akkor ez itt kérdéses, akkor egyáltalán nem szégyen kérdezni, utána olvasni, most már egy kattintásra minden elérhető az interneten, és akkor így lavírozgat szépen az ember az úton, és így lehet haladni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Hát akkor köszönöm mindenkinek, hogy részt vettetek ezen a dharma beszéden, és remek kérdéseket tettetek föl. Maradjon meg bennetek ez a kíváncsi kérdező tudat, független attól, hogy most föltettetek-e kérdést, avagy sem. Térjünk vissza a csöndhöz, végezzük rendületlenül, töretlenül és bátran a zen gyakorlást, és ezáltal segítsünk magunknak és másoknak is egyaránt. Köszönöm szépen!